Köszönjük meg, Rambó. Üdvözlök az akadémián. Ma legvégül a birodalmi terrorosztagosok közül a legnagyobbal is foglalkozzunk akkor. Legyen mai témánk a terrorlépegető. Megjegyezném, hogy minden forrás alapjául a Star Wars The Force Unleashed 2 játék és a tomboló erőregény második része, valamint a Force Unleashed 2 képregény szolgál. Ez azt eredményezi, hogy minden, ami elhangzik, az mára-már csak legenda. Tehát, ezek a monstrumok egy kísérleti projekt részeként szolgálták a birodalmi hadsereget a terrorosztagosok név alatt. Ezen haderők közé tartoztak a következők. A Terror Trooper egy nagyrészt ember, de kiborg részekkel operáló katona. Terror Droid, mely egy kisebb droid volt. Terror Biodroid, mely egy bizonyos formában erőt használni képes kiborgféle volt. És a Terror Lépegető a legnagyobb projekt a terror egységek közt. Szóval, a Terror Lépegető a legnagyobb és legveszélyesebb egység ezekből a hadászati eszközökből. Hatalmas méretéhez már pókszerű felépítést alkottak meg a készítői, valamint felszerelték még két masszív energiaprojektorral és rendkívül ellenálló pajzsrendszerrel is. Hála méretének és felépítésének ez a droid könnyedén tud mozogni a harcmezőkön szinte akadálytalanul, mindent megsemmisítve, ami az útjába kerül. Még Galen Marek klónjának, a rendkívül erős Starkillernek is komoly gondot okozott legyőzni ezt a rettenetes gépet. Egyetlen gyenge pontja, hogy az EMP támadásokkal szemben gyenge, és ezért ilyenkor elveszítheti a pajzsait kis időre. Ekkor pedig már könnyebben sebezhető. Felszerelését képezték vágó lézerek, melyekkel mindenen átvágta magát, rakétakilövő platformok, hárító pajzs és egy rettenetesen masszív titánium test. És ha ez mind nem lenne elég, akkor ezt az óriás több kisebb terroregység is körbevette a három már bemutatott típusból. Tehát mindenképp egy szörnyű ellenfélnek számított. Nos, mivel további pontos és hivatalos adatok nem állnak a rendelkezésünkre, így ennyi lett volna a terror lépegető ismertetése. Mindenképp úgy gondolom, hogy egy remek irányvonalat képviseltek ezekkel a terror egységekkel, és véleményem szerint az ilyen egységek miatt én sajnálom, hogy ezek végül legendává váltak. Bár van a másik oldal is ugye, ami miatt pedig örülök, hogy megszületett a kánon. De igazából szerintem ez mindig is egy ilyen keserédes érzés fog maradni a Star Wars rajongók közösségében. Remélem elnyerte a videó a tetszéseteket. A leírásban mindenféle hasznos linkeket találhattok a kánon vagy legenda megmagyarázásához, valamint még néhány esetlegesen tényleg hasznos dolgot is. Köszönöm a figyelmeteket, és ne feledjétek, várlak titeket holnap is. Remélem, elnyerte a videó tetszésedet. Amennyiben igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Valamint, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejts el kattintani a kis harangikonra sem, hogy értesülj ezen túl a legfrissebb tartalmakról azonnal. Így biztosan nem maradsz le majd semmiről. Ha van lehetőséged, akkor oszd meg a videót bátran, ahol csak szeretnéd. Valamint, keresd fel az Akadémiát Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket, az erő legyen veletek!